Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint az újabb epizódjával, a városlakó foglalóval. És hát nagyon érdekes epizód sorozaton vagyunk túl, vagy epizód adagon vagyunk túl, ugyanis elfoglaltunk először ugye egy házat az elmúlt adásokban, aztán most találkoztunk egy-két lényel, megismerkedünk egy-két erősebb lényel, ami még fontosabb. Most egy kicsit ködös időnk van, ami nem túl jó hír. Ellenben még van ott egy nem szalamander, vagy nem tudom minek hívtak azt a lényt, de az látható volt. És annak a lénynek a teljes kiölése még nem történt meg. Nem is tudom, hogy meg lesz-e. Ellenben viszont van ennél fontosabb dolgunk is. Nevezetesen az, hogy találtunk egy helyet. Emlékeim szerint itt lesz az a hely, így is van. És itt bizony az itteni lények nem olyan nagyon legyőzhetetlenek, úgyhogy... Sőt, mi több, olyan dolog is van nekem, nevezetesen micélium, amit el kéne hoznunk innen. Pontosabban ki kéne innen hoznunk, de dörtöt kapok micélium helyett. Akkor azt tudjuk csinálni, hogy ide hozzuk a... Járja, azt fogjuk csinálni. Befákézzük. Mivel járok rosszabbul? Hát eléggé. Főleg így. Ez game over. Az XP vitt engem oda, hogy ilyenkor áthibázzak. Ja, és ezt a kardot nem használhatom el, csak 12-esnél. Viszont 11 és felesettek ez. Azért az rendben van. Meg gyorsaság. Na, viszont nekem a... Csáki kéne egy erősen. De lehet, hogy azt most úgy csináljuk meg, hogy mindenképpen kellenek a cókmokok onnan, amiket szereztem. Úgyhogy jobb lenne, hogyha azt most megszereznénk. Lehet, hogy én most ezt becsalom. Viszont ennél tovább szerintem nem megyek ottan. Csak azok kellenek nekem. Hey, hello! Egy. Na és akkor várják game mode. Nagyon jól ledobtak mindent.
Na, mi a baj? Jaj, még kapom a poison-t. Jó, szuper, minden megvan. Visszarakjuk easy-be. Viszont tündért kéne nekem, akiben gyógyít. Meg el kéne gondolkodni, hogy például ilyen szerek ellen, mint sugárzás, még ilyesmi, mivel tudom magamat megvédeni. Lassan már egy kicsit el kéne kezdenünk a... De hát, ha nincs tudás, nincs ember, aki tud nekem segíteni, akkor gyötrődés van belőle. Jézusom, de megnőttek. Kérdés az, hogy a mushroom az a baj, ez a nem alap Minecraft-os dolog, hanem azt hiszem a Palm Harvest Crafté az, hogy a mushroomot ide be tudod ültetni. Úgyhogy túlzottan nem vagyok elősegítve a gombával, max gombás ragút tudok most azonnal készíteni, de rátenni a többet csinálni belőle, nem. Utánpótlást csinálni. Max, hogyha lemegyek oda és ölöm őket, akkor... Egy dolgot viszont tényleg bizonyított ez a dolog, hogy van lehetőség benne. Tehát, hogy ha nem esel bele a vízbe, ami nagy baj, akkor abban az esetben túlélhető. Na, viszont most már el kéne kezdenünk azzal tényleg most már foglalkoznunk, hogy azért ide, ide azért állatsereg is kéne nekem. De ő egy fontosabb dolog most nekem első körben. Hogy adjon nekem regit. A regiment. Regim felment a magasba. Jó, szupi! Köszönöm! Mindjárt lemegy a napocska. Fura érzésem van, nem tudom miért. Nem ez volt a fejemben. Nem ez volt tényleg a fejemben. Na, 9 darab kenyér az nekem most egy ideig bőven elég lesz. Most megpróbálok állatokat keríteni, mert most nekem az fontos. De ezt megpróbálom úgy, hogy közben utamat jelzem. Világítatatlan fák így van. Nézzük, hogy ez mennyire beválós módszer. Inkább erre kéne mennünk. Ezt tudom, hogy itt két út is van. Kezdtünk a másodiknak a végébe. Itt van egy fákje. Bírja még? Inkább rá kéne nyomni. Egy pókica. Ja, itt van a zombi sereg. Ah, itt is van egy
csak ez magas ház. Ez is szép kis bejárat, két szintesekkel. Nem lehet erre eljönni. Jó, haza. Alvás idő. Nézzük, mennyire működik a fákja ütlet. Hát az a baj, túlzottan nem látom be. Ezt mindenképpen ki kéne erre valamit találni. Kell az állat mindenképpen. Lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy vasutazunk. Hello, zombi, gyere csak ide! Két ütésből már le tudok egy zombit ütni ezzel a karral. Na, csicsa! Mondjuk vas az még mindig nincs annyira sok, hogy boldoguljak vele, igaz? Mennyi a vas? Azért most már fél időben vagyok a egy darab. Nagyon jó. Akkor nincs más megoldás, lemegyünk. Azért 25 adás alatt elérni odáig, hogy nincs még vasútra való, azért az most már durva. Úgyhogy mindenképpen a vasútra valót azt meg kell csinálnom, és ennek érdekében lemegyek. Meg egyébként a pályaudvart is egy kicsit be akarom rendezni. Tehát most már azért el kéne kezdenem egy kicsit építkeznem a metró irányába, úgyhogy ezt most már megteszem. Na most én úgy akarom megcsinálni a metrót. Pontos információ. Lehetőleg könnyebben bejárható legyen. Biztos, hogy megesz engem valaki? Na azért. Direkt figyelek a fákékra. Egy csonti, gyere csak! Köszönjük szépen, arrivederci! A következő nagy kérdés, merre akarunk menni? Mert abba az irányba bizony be kell fákézni. Nincs mese. Olyan gyakran, amennyire csak lehet. Hát mondjuk ilyen egyes szintű fákézés. Itt egyébként egy olyan stratégiát lehet követni, és szerintem ez működőképes akár, hogy... Köszönjük szépen! Tehát itt esetleg egy olyasféle stratégia működőképes lehet, hogy kettesével fákézol, ahogy én most teszem. És visszafele menet megcsinálod a köztük lévő fákét. Azért csinálod meg köztük. És így ezt a megoldást. Mert a fákják eltartósága az bizony. Így akkor. Így a pókica, vagy a csontika. Mielőtt odaérünk, vissza fogunk fordulni, mert elfogyott a fokje.
Ja, nincs több pukjém. Az viszont tetszik, ha odára benn ragadsz, mert azt hiszem így nem tudsz lőni rám. Még hogy nem tud lőni rám? Bravo, Dani. Zseni. Ez mondjuk egy kicsit így a Minecraftnak a... nem túl jó ismerése lett most itt ebben a végzetem. Ez nem annyira erős. Menjünk! Csonti, gyere! Ujjaj! Elfelejtettem magammal hozni a dolgokat. Bármilyen fegyvert. Most már viszont sürgőssé vált, mert... bizony nem fogom tudni megvédeni magamat. Megpróbálunk karddal is, meg baltával is. Jaj, de hülye vagyok. Na! Dani bácsi, most jön a nagy baj, ha nincsen botod. Már pedig nincsen. Rohadjál meg, játék! A szerencsére vagyok bízva. Gyorsasági kérdéskörben. Most nagyon sokat számít. Egy, kettő. Tökéletes viszontlátásra. Szerencsém volt. Ja, várjál, de ez csak egy szerszám. Én idióta, mégsem vagyok. Még egyet dobnia kell. Szeplink sem rossz. Idővel a dzsungel is megkapja a szeplingjét. Vagy na, idővel majd a dzsungelfa is termelődni fog. Na, gyerünk! Most már nincs kegyelem. Minden kell nekem. Ilyen szlalomozgatásokat szeretném elkerülgetni a játékban. Pókica az nagyon jó. Ajaj, viszont a csontinak már nem annyira örülök. Azért feledjük el. Na jó. Ne haragudjatok, srác. Persze! Na most ez most nekem nem kell, köszi. Mikor már nagyon kérdőjeles a cukmunkjaimnak az elvesztése egy 25. epizód után, akkor már azért kicsit mások. Na, szuper, minden megvan.
Csak a torcsomat nem szedtem föl, még idefele jövet. Hogy tudnak ezekbe spannolódni? Ja, azt nem tudom, hogyan. Hát itt még kellő hely. Azért mondtam azt, hogy még azért ez nincsen leoldva, ez a dolog. Vagy megoldva. Na hajrá! Persze! Még spannolódik nekem egyből. Hú, Dani, ez így nem lesz jó. Hogy így menekülsz ki ebből. Na. Hű. Na, hát összeszedem magamat. Duplán fáklyázni kell itt, az már biztos. Na, hajrá! Összeszedni magam. Köszönjük szépen! Szerintem ott egy Jonti spammer lehet. Lehet itt egy Jonti ház. Na, levédve. Inkább oda kéne a túlsó oldalára rakni. Egy fokkal ez így jobban véd, én azt gondolom. Nem, szerintem ott az egyik háznak a negatív ereje dobott rám ennyi csontit. Most már egyre biztosabb vagyok. Ami biztosíté is rakok fákékat. Kicsit észszerűbbé is lehetne itt tenni a vasutat szerintem. Megoldjuk. És akkor innentől jön majd a... Opa! Innentől jön az új erő. Látható, lesz egy újabb csomópont. Talán még úgy is lehet mondani ezt az adást, hogy elérkeztünk a csatorna patkánykodáshoz. Na és akkor most fog kiderülni minden. Á, egy 3-3-as szerelvény csomagba érkezünk be. Ott egy következő állomás, jó van. Utolsó fákjéra való, micsodán maradt. Igen.
Hát nem merek elfutni oda. Inkább visszasétálunk. Nálam így kell elképzelni majd a állomások közötti átmenetet. Úgy értve, hogy mindaddig persze futni nem tudok. Most már tényleg nem tudok. Bocsánat a háttérzajokért, beindult a szél. Viszont ez nagyon jó fog kinézni. Ezt nagyon jól meg fogjuk tudni csinálni, csak ki kéne jutnunk. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a... Ajaj, ez nagyon nem tetszett nekem ez a hang. Nem tudom, mi volt az a bajom vele. Látom, hogy marha sötét van. De ezt csak akkor fogom megoldani, hogyha megisszük mindenünket. Benéztem. Jó, szupi, mehetünk. Tök is mindjárt megéred mindenütt. Nagyon jó. Na, csicsa! És mindjárt megérkezünk a végére. Csak most először meg kell csinálnunk a fáklyának a gyufáját. Nem terhet el napban si nélkül, attól félek. Előre nincs igazam. Jó, répa az még dolgozzon. Hoppá, itt is kialudtak a fáklyék. Ajaj, és az adásidőnk is kialudt. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk a legközelebbi alkalommal. Addig is. Sziasztok!